Az anya igazán szeret. Te ezt külön kiemeled, Péter, az útra való könyvedben, hogy igazán kell tudni szeretni. Nem jól, nem szépen, nem okosan, hanem igazán. Mit jelent az, hogy igazán? Hát először arra szeretnék még reflektálni, amit az előbb mondtál, és ezt elmondom, ezt az igazát. Engem sokszor figyelmeztet a tanítómesterem, aki egyébként minden hibámat, minden gyengeségemet látja, és a küzdelmeimet is látja, meg a bukásaimat is. De gyakran figyelmeztet arra, hogy amikor valami kis eredményecskét elérek, hogy elfelejtem önmagamat megdicsérni. Elfelejtem azt mondani, hogy figyelj ide, tőled már ez is szép. És azt mondja, ezt elmulasztom, akkor nem tudok egy egészséges önfejlődés útján haladni, mert akkor lesz az az önmarcang állapot, amiről tudjuk, hogy hova vezet. A szüntelen elégedetlenség, az önmagunkkal szemben, vagy a túlelégedettség, meg kell tanulnia néha-néha megdicsérni magunkat valamiért, mert ez az önnevelésnek a része. Az igazi szeretetről pedig azt tudom mondani neked, hogy ahol összeszoktuk keverni a dolgot, mi azt szoktuk meg, és sokféle szeretet van, hogy az egy emocionális dolog. Azt hiszük, hogy ez egy érzelmi dolog a szeretet. Hogy érzem. Érzem, hogy szeretlek. De az még nem az igazi szeretet. Az igazi szeretetet érzem is, megértem is. Ez a bizonyos mozdulat, amit mutattam nektek, csak ez a szeretet mozdulata, hogy értem is, megérzem is, és átélem annak a valóságát, amiben tényleg benne vagyok. Ez nagyon ritka állapot nálunk, mert emberek vagyunk. Mi a szeretetet csak az egyik oldalunkkal, az érzelmeinkkel érezzük, és ezért, ha az érzelmeink hullámoznak, akkor következő pillanatban már utállam, mert egyik pillanatban nagyon szeretek, másik pillanatban nem, mert a kutyámat megsimogatom, de a hülye, akkor belerugok. Tehát mindenféle hullámokon megy keresztül. Ez egy szentimentális, tehát érzelmi szeretetfajta, amit mi meg tudunk élni, és ezzel nagyon-nagyon sok bajunk. Örömünk is van benne, de mérhetetlen sok kudarcunk. Ne higgyétek azt, hogy aki nekünk érzelmileg nem kedves, azzal az egység élményt nem tudja az ember megélni. Csak ez egy mélyebb állapot a szeretetnek, te ezt kérdezted, hogy mi az igazi szeretet. Az igazi szeretet dermesztő példa, amikor Jézus Krisztus azt mondta azoknak, akik látták, hogy őt verik és rúgják, hogy az Istennek is szólt, hogy bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit csinál. Képzeljétek el, hogy valakivel belerúgnak, és verik, és közben nem felejti el, hogy egy velük. Azért mi ettől nagyon messze vagyunk, de ez az igazi szeretet. De ha képesek vagyunk a bennünk lévő angyalságot olyan szinten felerősíteni, hogy az velünk van a hétköznapokban, befelé figyeléssel, meditációval, önneveléssel. Tehát a szeretet állapotában tesszük a dolgunkat nap mint nap. Akkor másokból is kiváltjuk ezt a jót. Egy érdekes dolog történt nemrég. Én éppen ilyen jó állapotban voltam. Nem mindig sikerül, de ilyen jó állapotban voltam, ilyen nagyon mosolygós, ilyen röpködős, szeretem a világot állapotban, és be kellett menni a téhomhoz,
mert a mobillal gond volt. De ezt is úgy. A hölgy, aki ott fogadott, ilyen... Eleve ilyen imádsal a hangod! Álljon arrébb, ne oda el! Ide álljon! Mondom, maga mondja! Ide, nem ez a szám, az a szám! Na most ez eleve olyan szívmelengető, harmonikus rezonancia, ahogy a hölgy beszél, hogy hát nem tudom, hogy az emberből előjönne a kis ördög, de mondom, nagyon jó állapotban voltam. Egy darabig hallgattam a hölgynek a gyönyörű koloratúráit, és azt kérdeztem egy idő után, hogy tessék mondani, segíthetek valamiben? És a nő megdermedt. Ez egy ilyen fiatal, 20 éves, hát lány volt. Mindenütt, ezek a, tehát minden létező helyen voltak ezek a kis fém piercingek, úgy van, fekete körmök, szóval ahogy kell. És egyszerre az a, az állarc így összeomlott, mint amikor egy ablaküvegbe bedob az ember egy követ. Tele lett könnyel a szeme, és azt mondta, hogy tüdőgyulladásom van. Na, Jézus Mária. És akkor hogy itt tetszik ülni? Tessék elképzelni, hogy mondtam a főnökömnek, hogy nem bírom ezt a léghúzatot. Kaptam egy tüdőgyulladást, lázas vagyok. És könyörögtem, hogy engedjen haza, és nem engedett. És itt kell ülnöm betegen. És bocsásson meg, de a tehetetlenségtől kiabálok. És akkor, hát mit tehet az ember, éppen volt nálam egy ilyen kis immunrendszer erősítő. És akkor mondtam, hát ezt most gyorsan vegye, mert nem tudok mit mondani, csak megsimogattam. De az egész nő megváltozott. Azt mondja, én velem mindenki mindig csak kiabál, mindig csak utasítanak, és senki nem érti meg, hogy nekem valami bajom is lehet. Ezt csak azért mondtam el, hogy egy kicsit tanuljunk a helyzetek mögé nézni. Mert oka van annak, ha valaki agresszív, sőt, te ezt nagyon sok könyvedben tanítod. Az az ember agresszív, aki fél, aki szenved. És nekünk, ha sikerül az angyalságunkat felerősíteni, az dolgunk, hogy lesimítsuk ezeket a fájdalmakat. És én most megint szárnyalni hívnék mindenkit, téged is, ugyanis én szeretnék áldást kérni. Bármi jön is. Világvége, nem világvége. Infláció, kamatcsökkenés. Áldást. Hogy bármi jön, azt a lehető legmagasabb szinten, a derű szintjén éljük meg, és érezzük azt az örömöt, ami Péterből árad, azt a derűt, azt az Isten adta jóságot, amit Mária tanít nekünk, és erősít föl bennünk, azt az áldást, amit mi megkapjuk, hogyha kérjük. Csak annyira büszkék vagyunk, hogy nem merjük kérni. Most azt szeretném, hogy kérjük együtt az áldást, hogy legyünk áldottak mindannyian. Ez a kis szenvedő ország, ez a szenvedő világ is. Ezt a dalt, az Áld meg engemet, sok évvel ezelőtt Wolf Péter és Esnagy István írta, és a Pannonhalmi apátság fölvette a hivatalos egyházi énekek közé. Második János Pál pápa is áldását adta, mikor kiküldtem neki ezt a dalt. És én ezzel szeretnék áldott ünnepet, áldott életet kívánni. Azt, hogy áld meg engem,
szeretném, ha együtt énekelnénk, mert lehet, hogy az a nagyon elfoglalt valaki egy ember hangját nem hallja meg. De ha sokan kérjük, akkor bizonyára eljut hozzá. Áldj meg engem! Aki mindent tudsz, tudd meg, hogy ez nem megy nélküled. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg bennem minden tiszta szó. Áldj meg engem, áldj meg engem, minden hozzám tartozott. Te, aki ott fenn vagy, te, aki el nem hagy, add, hogy bennünk mindig legyen fény. Te, aki minden vagy, te, aki velünk vagy, ne gyűlöljek én. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg bennem minden tiszta szó. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg minden hozzám tartozó. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg bennem minden tiszta szó. Áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg minden hozzám. Áldott ünnepeket kívánunk, köszönjük szépen!